Hello, hello, sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogy kell alaphelyzetbe állítani egy iPhone-t, mielőtt azt eladnád, vagy csak egyszerűen fel szeretnéd frissíteni. Szóval néhány nappal ezelőtt felhívott egy ismerősöm, hogy el szeretné adni a használt telefonját, a használt iPhone-ját, és hogy mit tud tenni az ellen, hogy a következő tulajdonosa majd ne tudjon hozzáférni az ő adataihoz, az ő képeihez, és stb. Úgyhogy ez adta az ötletet, hogy készítsek erről egy videót, hogy miként tudtok kijelentkezni és letörölni a telefonról mindent, kijelentkezni az iCloud-ból, hogy a következő tulajdonos először is használni tudja, másodszor meg ne férjen hozzá az adatainkhoz. Szóval mutatom. Először is bemegyünk a beállításokba. Mint látjátok, be vagyok lépve az iCloud fiokomba, és rámegyünk az általánosra, és itt legalul van egy olyan, hogy iPhone átvitele vagy alaphelyzete, és a legalsóra megyünk, összes tartalom beállítás törlése. És akkor itt megjelenik egy pár információ, megnyomjuk a folytatást, megadjuk a jelkódot, elkezdődik az adatok feltöltése iCloud-ba, de én ezt most nem kérem, mert nekem már megvan, és akkor itt megadjuk az iCloud jelszavunkat, és kikapcsolás. Ehhez egyébként szükséges internet, és itt, hogyha sikerült helyesen megadni a jelszavunkat, akkor bizony törölni fogja a dolgokat a telefonról. És akkor megjelenik az, hogy az iPhone törlése, hogyha helyesen megadtuk a jelszót, és abban az esetben, hogyha eladásra készítitek elő a telefont, akkor érdemes meg benne hagyni a SIM-kártyát, és érdemes aktiválni újra a telefont, hogy a vevő majd ki tudja próbálni, mert SIM-kártya nélkül nem lehet aktiválni, és senki se vesz szerintem úgy szívesen egy használt iPhone-t, hogy nem tudja megnézni, hogy működik-e, hogy hány megás, hogy az-e, amit hirdettél, vagy amit ígértél. És ebben a pillanatban a telefonunk üres, és gyári állításokban van. Kiválasztunk egy nyelvet, kiválasztunk egy országot, és manuálisan folytatás. Folytathatjuk wifi nélkül is, hogyha a benne levő SIM-kártyánkon van internet. Megvárjuk, ameddig a telefon aktiválja magát. Rendben. Folytatás. Face ID-t később. Don't use. Nem szeretnénk használni most jelkódot. Nem ásolját semmit. És beállítás később, ne használd, elfogadás, folytatás, ne most, így, igazából mindenre nyomjuk, hogy folytatás, és a telefonunk alaphelyzetben van, mutatom, nincsenek képek benne, és a beállításokban nincs benne az iCloud-unk, úgyhogy ez a telefon jelenleg teljesen gyári állapotban van. 128 gigából 116 giga szabad. Úgyhogy nyugodt szívvel odaadhatjuk az új vevőnek. És a másik telefonra jött is egy e-mail, hogy a Find My iPhone ki volt kapcsolva, és hogy az új tulajdonosnak nem fog kelleni az Apple ID hozzáférésünk, hogy belépjen. Szóval igazából alig néhány lépés, és egy kis türelem, és a telefonunkat nyugodtan odaadhatjuk,
ajándékozhatjuk, eladhatjuk, senki sem fog hozzáférni az adatainkhoz, és egy olyan telefont kap, ami teljesen gyári beállításban van. Hogyha tetszett ez a videó, akkor megkérlek, hogy mindenképp nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és meghívhatsz egy sörre, link a leírásban. Köszi, sziasztok!